Sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és gondoltam, hogy éppen most ültetgetem az uborkákat, majdnem azt mondtam, hogy a Curie-t, mert itt úgy hívjuk, hogy Curie. És gondoltam, hogy egy piciny kis trükköt, ami baromi nagy hatással lesz, megosztok veletek. És ez pedig, hogy miért vannak olyan uborkák, amik egy kicsit kesernyésebbek. Jó, ez függ igazándiból a fajtától is, stb. De hogyha például úgy elültetjük ugyanazt a fajtát, és két különféle módon neveljük fel, akkor elképzelhető nagy valószínűséggel, hogy az egyiknek ilyen íze lesz, a másiknak meg olyan. És itt van vannak olyan uborkák, amiknek olyan kicsit kesernyés az íze, és hogy ez mitől van? Nagy részt. Ez a víztől van. Az uborka nagyon-nagyon szereti a vizet, tehát öntözzétek igazándiból hát elég dúsan, sűrűn. Nem is az, hogy dúsan, hanem inkább sűrűn. Tehát legyen meg ez a mindennapi kis nedvesség adag, és akkor lesz finom, édes, zamatos, mint a miénk. És hogyha ha előfordul az például, hogy fölteszem, mert elfárad a kezem, előfordul az, hogy főleg nagy szárazságok, nem esik az eső, hetente egyszer megöntözitek, akkor annak nem lesz finom íze. Tehát legyen meg a mindennapi betevő falat, hát, és ez a víz, jelen esetben az uborkáknál. Tehát, na most arra is figyeljünk oda, hogy ne legyen túl öntözve, tehát nagyon gyorsan el tud rohadni az uborka, hogyha túl van öntözve. Most a túlöntözés, az számolhatjátok úgy, hogy tövenként, amennyit úgy látszatra fel tud szívni, most akkor én azt mondom, hogy például legyen öntöző kannából, ez a normál méretű fejjel, 1, 2, 3, 4, 5, legyen egy 5 másodperces adagolás, fejenként 5 másodperc, ezt az ember elismétli reggel, lehet, hogy nagy szárazságokban délután is, és akkor prima donna. Na most itt a nagy túlöntözés, ez amikor valaki berohan uborkák közé például egy slaggal, és neki áll elárasztani az egészet, mivel hogy ő úgy gondolja, hogy egyszerre megadagoljuk őket, és akkor egy hétig nem kell ugye adni nekik. Ez olyan, mintha ugyanúgy képzeljétek el, mintha én azt mondanám, hogy egyszerre megeszek egy heti kaját, és akkor egy hétig nem kell lennem. Ez nem így működik. Tehát kell ez a mindennapi kis kevés kaja az, hogy az ember ne taglózzon le. Tehát ugyanez a helyzet, hogyha elárasztanám például itt a házat, éppen házban vagyok, akkor holnapra letaglózna az összes uborka, mivel hogy elkezd rohadni. Tehát ne egy tavat szeretnénk ugye itt létrehozni, hanem az a mindennapi, remélem, hogy nem kell túl magyaráznom. De nagyon-nagyon fontos, hogy mindennapi, tehát ne legyen a heti egyszer, három naponta egyszer, aki ilyesmiket mond, az nem tudja, hogy mit beszél. Tehát nagyon jól figyeljetek az én szavamra, mert én ebből élek. Tehát minden napi kis vizecske az had pröcklődjön oda neki, reggel, délután ilyen finom uborkáitok lesznek. Köszönöm, ha megért egy lájkot az ötlet, akkor passzírozzatok oda egyet, és találkozunk a következőben. Sziasztok!